Gyere! Díszőrök! A hagyjuk első világháborús hősi emlékműnek hővetés tisztelek! Gács István első világháborús emlékművét éppen 90 éve avatták fel a Kálvin Szombaton, június 10-én koszorúzással, katonai tiszteletadással tisztelget a város közössége jeles alkalom előtt. Akkor, 1927-ben Horti Miklós kormányzó is jelen volt az avatáson, amely a mintegy 2000 böszörményi hősi halottnak állít emléket. Ezt a Hajdúsági Múzeum baráti köre közhasznó egyesület és városi szervezi ezt a programot, és a hajdúsági, vagy a hajdúböszörményi hősök szobrának, emlékszobrának 90. évfordulójára, avatásának 90. évfordulójára tulajdonképpen szerveztük. Egy kis csúsztatással, mert most június 10-e van a szombati nap, egy héttel ezelőtt kellett volna megtartanunk ezt a megemlékezést, de hát a pünkösdre való tekintettel egy kicsit elcsúsztattuk. Június 3-án, 1924. június 3-án avatták a szobrot, maga Horti Miklós Magyarország kormányzója jött le és tisztelte meg az ünnepséget, hogy elhelyezte koszorúját, illetve koszorú szalagját a, a szobor talapzatánál. Ugyanakkor a városi előjáróság is kivette a részét a szoboravatásból. Amiről még tulajdonképpen fontos beszélni, hogy ez a szobor, ez egy budapesti szobrászművész alkotás, a Gács István szobrászművész kérték fel. Holó Barnabás is szóba jött, de ő neki a korai halála, illetve a szobor tervének a nem tetszése úgymond az úgy kihúzta a sorból, és így jött előtérbe Gács István, vagy így került előtérbe. 27-be készítették el ezt a szobrot, a Hősök Emléknapjára tisztelet, Emléknapja tiszteletére tulajdonképpen, amit tudjuk, hogy, hogy, május végén ünneplünk, az utolsó vasárnap, de a város, hogy kiemelje ebből a úgymond országos rendezvényből, egy ilyen díszesebb hátteret is akart neki nyújtani, ezért június 3-ára tervezték a, magát a ceremóniát, és tulajdonképpen ennek a tiszteletére vagyunk most itt. Erről az alkotásról mit érdemes még ezen kívül tudni? maga az alkotás azt egy pályázat útján jelölte ki a város, vagy egy pályázatot indított, és arra országos felhívást intézett, hogy tulajdonképpen, ha mondhatjuk úgy, lakossági kezdeményezésre indult el, hogy, a, hogy legyen egy emlékszobor a hősi halált halt böszörményi katonákra emlékezve mert közel ezres volt tulajdonképpen Böszörménynek is a, a vesztesége ebben az első nagy világégésben. Miután ez a kezdeményezés elindult, több pályázat beérkezett, köztük Gács Istvánnak a Ne a magyar jeligéjű modellje tulajdonképpen, ami elnyerte a, a városnak a úgymond a tetszését, és azt egy picit átdolgozza, mert egy Rákóczi korabeli, egy 18. század elejé tulajdonképpen kurucot, egy kurucot ábrázolt az eredeti tervezet, ők és a városvezetés egy, egy kisebb változtatással, változtatás eszközölve megrendelte tőle tulajdonképpen ezt a modellt, azzal a különbséggel, hogy a, tulajdonképpen a kuruc figurát kicseréltették egy korabeli hajdú figurával. A város önkormányzata mellett a szervező, a Hajdúsági Múzeum baráti köre is koszorút helyezett el a szobor kompozíció talapzatán. Vérzettek és elhultak ők címmel a programok tovább folytatódtak a múzeumban, amely során kiállítás megnyitó, valamint a Hajdubihar megyei lovas huszár hagyományőrző sport és kulturális egyesület bemutatkozása is szerepelt. Mi a Hajdubihar megyei lovas és huszár hagyományőrző sport és közhasznú egyesület vagyunk. A Debreceni második Honvéd 20 egyenruháját viseljük. A fehér menteprémből látszik, hogy mi Honvéd 20 egyenruhájában szereplünk. Tehát mi királyi Honvéd 20 vagyunk, nem császári, tehát nem közös 20 A mi ezredünk 1867-től 1918-ig prospetált, Bukovinában, Galíciában védték a hazát a honvédek. Tudni érdemes még, hogy a mi Egyesületünk az egyik legrégebbi Egyesület Magyarországon, közel 30 éve szolgálunk, közel 50 fő az Egyesület létszáma. Erdélyben, illetve Magyarországon is rendszeresen szervezünk lovas túrákat, illetve a Hortobágyi lovasnapokon, Balmazújvároson, Hajdúböszörményben, tehát a megye szerte mindenhol szereplünk. Miért éreztél késztetés csatlakozni az Egyesülethez fiatal férfiként? Egy, ami közös bennünk az Egyesületben, minden szemében, ez a ló szeretet. Ez nálam is így volt, már egészen kicsi koromban ló közelbe tudtam kerülni, és ezután olyan 12-13 évesen, amikor már egy picit erősebb voltam, nagyobb voltam, bekerültem a dériumba. A másik közös talán az bennünk, hogy fontosnak érezzük a hagyományaink nem ápolását, hanem megélését. Mi azt a szót szoktuk használni, tehát nem őrizzük a hagyományokat, az állatokat szokták őrizni, tehát mi szeretünk benne élni a hagyományainkban. Igazolj! Vigyázz! Lépés! indul.